Újabb részletek derülnek ki a trafikpályázatok visszásságairól. A szabályok szerint ugyan egy ember összesen csak öt trafikot nyithat, a nyilvánosságra került adatok szerint azonban mégis különböző családokhoz és cégekhez kötődő hálózatok fogják össze több tucat trafik üzemeltetési jogait. A legnagyobb befolyással rendelkező trafikosok között ott vannak a hódmezővásárhelyi kötődésű kontinentál dohányár vezetői és a sárkány Centert üzemeltető cég is de nagy nyertesnek számít a felcsúti polgármester testvére és alpolgármesterének a fia is. Még mindig nincs vége a trafikügynek. Újabb és újabb részletek látnak napvilágot a koncesziós jogokat elnyerő cégekkel és magánszemélyekkel kapcsolatban. Az origó tényfeltáró írása szerint a Sánta Jánoshoz kötődő kontinentál dohánygyár érdekeltségébe az eddig feltételezetnél is több trafik került. Mutatjuk hogyan. A Pesterzsébeti Gulyás testvérpárhoz úgy került közvetlenül 9 trafik, hogy a nyilvános cégadatok szerint korábban sohasem volt saját vállalkozásuk. A testvérpár emellett összesen 8 frissen alapított trafikos cégben is érdekelt. Ennek köszönhetően közvetve további 28 trafik is hozzájuk került. A testvérek által kiépített cégháló a Sánta János tulajdonában lévő kontinentál dohánygyárhoz, illetve annak lányvállalatához a Tabán Trafikhoz is kötődik. A Tabán Trafik két igazgatósági tagja pedig további 31 trafiknyitási jogosultságot szerzett. A győztesek listájából a megismertnél sokkal nagyobb hálózata lesz a Sárkány Center üzemeltető Vimpexnek is. A cég alkalmazottai még a pályázat eredmény hirdetése előtt egy személyes KFT-ket alapítottak, amely cégek azóta több trafikos BT tulajdonosai lettek. A Vimpexesekhez kötődő cégek így összesen 78 fővárosi trafikot szereztek meg. A felcsúti polgármester testvére Mészáros János Fideszes önkormányzati képviselő, illetve a felcsúti alpolgármester Mészáros László Roland nevű fia is nagy nyertesnek számít. A két férfi a Magyarországon működő 19 osan áruházból 10-ben árulhat majd dohányterméket. A 11. kerületi, a Budaörsi, a Törökbálinti, a Csömöri, a Budakalászi, a Fóti, a Dunakeszi, a Kecskeméti, a Miskolci és a Szegedi üzletben. A szocialisták szerint ez egyértelműen Orbán Viktor és környezetének arcátlan és pofátlan rabló hadjáratának újabb állomása. Ez csak egy újabb vadalékes bizonyíték abban a mafia rendszerű összefonódásban, amit Orbán Viktor és Hübéri köre produkál. Én ezeket most már csak Orbánditáknak tudom nevezni. Az a helyzet, hogy ez a magyar történelem legsötétebb időit hozza vissza. Szanyi Tibor szerint koncesziónként és havonta 3 millió forint zseppénzt kapnak a miniszterelnök haverjai.